Kos, február, második fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Pozitívumot nézzük, megnézzük a pozitív energiákat. Hármas, jaj, de jó kis pozitív kártyát kaptunk, érmék. Amikor kijön ez a kártya, akkor nagyon jó egy picikét, hát ott hagyni a komfortzónánkat, ha ezt így mondhatnám. Egy picikét tovább menni, tovább képezni magunkat, tanulni, egy picikét fejlődni. Úgymond kinőttük önmagunkat? Igen, ezt is lehet mondani. Nagyon pozitív kártya tanulni, vizsgázni. Nagyon pozitív kártya dolgozni, a munkakártyája egyébként. Ha munkáról van szó, akkor inkább kreatív munkáról itt beszélhetünk, tehát ahol kell egy kis kreativitás, ahol kell egy kis fantázia, ahol a végeredmény mindig más és más, például tortasütések. Ugye az egyik torta szebb, mint a másik, nem egyformák. Nagyon jó hárman valamit kitalálni, összeállni egy jó cél érdekében. Hárman elindítani egy vállalkozást. Például, bármi is legyen az, ha hárman vagyunk, az egy nagyon jó szövetség, nagyon jó. Például el akarom adni a lakást, ugye? Vagyok én, mint az eladó, van a vevő, és van egy hivatalos személy még ebben a dologban. Megyünk tovább, apród, és megint érmék, a második kártya is, ez is érmék, az jó, az érmék mindig értéket mutatnak, valami már úton van hozzánk, ami értékes, nekünk értékes, ugye mindenkinek más az érték, valakinek az egészség az érték, valakinek a karrier az érték, valakinek a család, de itt kezdés van. Valamit elkezdhetünk itt, az növekedni fog, az ki fogja nőni magát, az hasznos lesz, az jövedelmező lesz, az jó pénzt fog hozni nekünk. Ez a kártya szokott mutatni egyébként gyermekeket is. Költekezés, ugye érmék az pénz, költekezés a gyermekekre, pénzkiadás a gyermekekre. Megyünk tovább. És megint egy hármas. A hármasokat nagyon szeretem, mert a hármas mindig azt üzeni nekünk, hogy nem állunk egy helyben, hogy fejlődni akarunk, hogy el akarjuk érni a célukat. És ugye ez botok, tehát tűzenergiát kaptunk. A föld energia után, itt a tűzenergia, ez nagyon jó. Tehát az érték után megjött az akarat. Akarom elérni azt a bizonyos értéket. Akarom, hogy az a valami hasznos legyen, pénzt hozzon nekem, növekedjen. Nagyon jó. Egyenesen megyünk a célokhoz. Zseniális. A hármas alatt ott a hármas. A hármas az egy misztikus szám. A hármas az egy szerencse szám, hiszen nagyon sokszor találkozunk a hármassal, például a mesékben. A három királyfi, három kívánság. Az egy mindig jó jel, ha megjelenik egy hármas. Én szeretem. Legalábbis az én 20 éves tapasztalatom ezt mutatja. Ha megjelenik egy hármas, akkor lesz előrehaladás. Akkor legyőzzük az akadályokat. Itt a Plutónak a kártyája. Nagy árkánom, a végítélet. Nagyon szeretem ezt a kártyát, karmikus kártya. És ráadásul, ugye, karmikus kártya. A karmikus dolog most mennyire fontos a kosoknál, hiszen az egyik karmikus csomó, pont a kos csillag jegyben tartózkodik, egészen 2025. januári. Erről van külön videóm. Tehát itt a kos, a fő szereplő, karmikus kártyát kaptunk, amikor jön egy esély. Amikor az ember azt hiszi, hogy minden elveszett, akkor jön egy esély.
Egy új lehetőség újra kezdeni akár mindent. Akár az egész életünket. Ez a kártya fel tudja forgatni az egész életünket. Plutói energiát kaptunk. És ráadásul ugye januárban a Plutó csillagjegyet vált, tehát itt változik mindenkinek az élete, az egész emberiségnek. A Plutóról is van több videóm, hogy mit jelent ez az emberiségnek, mit jelent ez külön a csillagjegyeknek, mit várhatunk, mire számíthatunk a következő 20 évben. Nagyon jó kis kártyát kaptunk. Amikor kijön ez a kártya, néha az ember magától rájön, hogy változtatni kell az életemen. Ez olyan, mint egy vekker, egyszerűen valami megcsörren, az ember úgy felébred, hogy hoppá, mit keresek ezen a munkahelyen, mit keresek ebben a párkapcsolatban, boldog vagyok? Nem, hát akkor... 7-es. Ez is tűzenergia, tessék, így beszélnek hozzánk a kártyák. 7-es. Mit lehet látni a kártyán? Nagyon szeretem ezt a kártyát ebben a kártyapakliban. Nagyon szeretem. Tehát szétfeszíti a korlátokat. Kiszabadul, kiszabadítja magát ez az ember a ketrecből, a rácsokból, és ez a kártya is, igen, a szabadság, megkapom a szabadságot. Elegem van ebből a munkahelyből, toxikus, elegem van ebből a párkapcsolatból, toxikus. Mert elegem van ebből az üzletből, mert folyamatosan csak veszteséget okoz nekem. Kész, ott hagyom, megszabadulok, változtatok, megszabadítom önmagamat ettől a bezártságból, ettől a toxikus helyzettől, ettől. Tehát bármi, ami nem boldogít minket, attól megszabadulunk. Tehát az esélyek itt megvannak. Konkurenciát szokott mutatni ez a kártya, ez a 7-es. És ez a konkurencia azért nem tisztességes. Nem tisztességes. Megyünk tovább. Kaptunk egy 4-est. Kejhek, vízenergiát kaptunk, érzelmeket. Na most ez a kártya szokta azt üzenni, hogy lehet, hogy valami elszomorít minket. Bármi lehet ez. Jönnek az ajánlatok, de valamiért nem szimpatikusak nekünk ezek az ajánlatok. Semmi gond, nem kell őket elfogadni, mert mindig az univerzum ad egy új esélyt, főleg, hogy fölötte van ez a karmikus kártya, egy új esély, ez maga a feltámadás. Amikor jönni fog az, ami nekünk megfelel, aminek örülni fogunk. És ugye pozitívumot nézünk, ráadásul van itt esernyő. Esernyő az mindig védelmet mutat. Tehát valaki vagy valami minket megvéd. Jó híreket kaphatunk is, amikor ez a karmikus kártya kijön. Lehet, hogy szomorúak vagyunk, mert nem jön az a jó hír. Várjuk, de nem jön. Vagy jön, de nem pozitív az a hír. Jönni fog. Jönni fog az, ami boldoggá fog tenni minket. Ráadásul a kártyapakli alján a szerencsekerék, a fortuna, és ez is karmikus kártya, a szerencsekerék mindig valamilyen fordulatot mutat, sorsfordulat, fordul a helyzet, fordul a kocka. Nem maradunk ilyen szomorú állapotba. Jönni fog az a boldogság. Nos, megyünk tovább. Egy picikét belekukkantunk a negatívumba. Mindig ezt el lehet kerülni, ezt meg lehet fordítani. Ez csak figyelmeztetés, ugye? Na nézzük, mi van itt. Egy király, érmék. Nagyon gyakran ez a király vagy bika, vagy szűz, vagy bak lehet. Aki
Lehet, hogy ettől a szemétől, mert ugye érmék, ez pénz, várunk valamilyen anyagi támogatást, anyagi segítséget, lehet, hogy megígért nekünk egy bizonyos összeget, de vagy visszalép ettől az ajánlattól ez a személy, vagy azt mondja, hogy még egy picit várni kell. Ez lehet egyébként bank is, lehet, hogy kell az a bizonyos hitel, ez lehet akár egy nagyobb összeg is, egy lakáshitel, de még van ott valamilyen akadály, és várakozni kell. Megyünk tovább. Na nézzünk, mi lehet itt még? 9-es a remete. Hát ez a kártya minden csak nem gyors. Tehát ez egy lassú kártya, lehet, hogy tényleg itt várakozni kell. Ez a kártya maga az egészség is. És az érmék, ugye értékek is, és az egyik értékünk az egészség. Lehet, hogy érdemes itt egy picikét jobban odafigyelni az egészségünkre. Lehet, hogy érdemes kivizsgálni magunkat. Mert ilyet szokott mutatni ez a kártya, ez a remete, hogy egyszerűen ugye ez a kutakodás kártyája, kutakodunk, valamit meg akarunk tudni, egy titkot, vagy egy dokumentumot megtalálni, megszerezni, és ugyanúgy kutakodhatunk a szervezetünkbe is, hogy minden tökéletes, minden rendben van. El akarunk vonulni. Hát a negatívum, amit nagyobb lehet, az, hogy az ember elvonulhat, nem akar találkozni a többiekkel, azért, mert akár depressziós. Jó? De hát a kost én nem féltem. A kost az egy vezér, az egy egyéniség, az nem hagyja magát elveszni a depresszióban. Na. Nem látom a kártyákat, hogy ez itt. Megyünk tovább, nézzük, mi lehet itt még. Lehet itt még olyan, mert ugye ez a kártya mutat titkot. És lehet, hogy ez a titok pénzzel kapcsolatos. Vagy ez a személy eltitkol valamit. Elsősorban bak, szűz, ahogy mondtam, vagy bika. Lehet, hogy egy összeget eltitkolnak. Lehet, hogy jár nekünk valamilyen pénzkifizetés, és azt eltitkolják. Tehát nem akarják azt kifizetni nekünk. Lehet egy örökség. Megyünk tovább. Aha, igen, igen, tízes, kardok. Ez egy szúrós kártya, ez egy nehéz szúrós kártya. Egyébként a befejezés kártyája, tehát valamit itt befejezünk, valami befejeződik. Nem kellemes, mert ugye szúrós kártyát kaptunk, ilyen fájdalmas befejezés lehet itt. Igen. Lehet, hogy kiderül az a titok, és azt mondjuk, na jó, köszönöm szépen, én ebből nem kérek, akkor én ezt itt lezárom. Lehet, hogy ez egy üzleti partner, meg tudjuk, hogy ő pénzt lop, és akkor azt mondjuk, hogy kész, vége. Egyébként a kardok az egészségügy, a sebészet, a fogászat például, ugye szúrós eszköz ide szokott tartozni, lehet, hogy tényleg el kell menni orvoshoz valakinek, ez egy plusz információ, viszont ez egy erős információ akkor valakinek, hogy most ezt már nem érdemes halogatni. Ezt már orvosolni kell, ezt a bizonyos problémát, és megint kardokat kapunk. Nos, ez a kártya, a levegő energia, és ez maga a lovag vitát, veszekedést tud okozni ez a lovag. Tehát mutat ilyet, és ugye negatívumot nézzünk, kardok, ugye ez maga a beszéd, a kommunikáció, a pletyka, a veszekedés. Tehát ide tartozik, jó? És kettő darab kardunk van. A kard, ez maga az írás is. Úgyhogy óvatosan, mielőtt aláírunk egy szerződést, azért érdemes utána járni, érdemes egy picit kutakodni. Hoppá, hát itt van ez a kártya, a remete. Ő kutakodik, ő olyan, mint a Sherlock Holmes. Valamit megtud,
plusz információ valakinek, megint egy erős információ, mielőtt valamit aláírunk, egy szerződés, vagy bármit, járjunk utána egy picikét jobban. Lehet, hogy érdemes egy szakemberhez fordulni. Hetes, és megint kartok. A tolvajok kártyáját kihúztuk. Jó? Tehát így beszélnek hozzánk a kártyák. Azért a tolvaj ott leselkedik. Energiavámpír. Megyünk tovább. És a csillag. Nagy árkánom, a csillag valaki valamit meg akar akadályozni. Valaki nem akarja, hogy elérjük az álmunkat, azt a bizonyos csillagot. Figyelem, ez egy jó kis figyelmeztetés. Ez egy jó kis figyelmeztetés. Amikor kijön ez a kártya, akkor ott szoktak hibázni az emberek, hogy valakinek, tehát valakinek az álmát elérjük, de az az álom nem a miénk. Hát a családunk ezt akarja, a szülők ezt akarják. Jó? De ettől mi boldogok leszünk? Nem. Nem leszünk boldogok, mert nem a mi álmunk. Plusz információt nézünk. Figyelmeztetésnek nagyon jó kis kártyákat kaptunk. Plusz információ. Kettes kelyhek. A legromantikusabb, a legszerelmetesebb kártyát kihúztuk. A szerelem, a boldogság, a romantika. Milyen ez a kártya? Egyszerűen, amikor nem kell kompromisszumot kötni. Amikor egymásra nézünk, és megértjük egymást. Nagyon jó, nagyon pozitív kártya. Lehet, hogy érdemes valakivel kibékülni. Amikor kijön ez a kártya, akkor lehetséges egy békülés. Akár egy hosszadalmas vita után kibékülhetünk valakivel. Igen, nagyon pozitív ez a kártya. Nagyon romantikus ez a kártya. Nos, hát ilyen kirakást kaptunk. Egyébként nekem nagyon tetszik, mert erős kártyákat kaptunk a pozitívumra. Két darab karmikus kártyát kaptunk a pozitívumra. Ezek nagy változásokat szoktak mutatni. A negatívumra viszont nagyon jó figyelmeztetéseket kaptunk. A tolvaj ott leselkedik mellettünk. El lehet ezt kerülni? Igen. Határozottan igen. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!